első nap nem olyan durva a lábszag. Üres a kukta. Jó reggelt kívánok. Jó. Nem őszinte a mosolya. Oxigén hiány. Egy picit. Voltak jó részek. Akinek van arca. És hogy szereted, gombásan? Most de nem lehetem. Nem, mert kicsit a nap. Ezt részletezve. De jó érzed magad. Hát nagyon hallod az adrenalin, és csak úgy bugyog föl. De komolyan, mi van? Jó vagyok. Ez olyan feszes ez a gumi, hogy itt marad. Álló fasz. Fok van, egész pontosan. Megvannak, élnek! Akkor indulhatunk is? Induljunk, ja. Gyerünk, mert szállás. Egy-egy-egy.
Itt vagyunk a csúcson. És nem ez a semmi. Beindítja a motort és úgy megy le. Mindjárt vége. Jó pokol a legjobb. Az a baj, hogy ott fekszik valaki, és nem akar fölkelni. Ez nem baj, az a baj, hogy az út közepén csinálja. Igen. Semmi mátor. Nem mozogsz, ha el van törve a lábad. Úgyhogy szerintem nincsen. De a bokába kis csont eltörhet. Én jól csináltam. Nézd meg. A hülye magyarok, még a barlangba is motorral mennek. Megfogtam a kormányát. Aha. Szeretném mutatni. Erős, nagyon erős. Mikábuke. Jaj, de bírja! Basszus! Oh! Hát basszus! Tízlej! Így kell tüzet gyújtani. Most gyújtásigazítás következik. Most az olajszintet nézik, és kész a Honda CBF 125 Touristic. Valaki azt mondta, hogy napsütésre jó edény. Nem biztos, hogy rámegy. Majd meglátjuk. Na, akkor idén átusszuk a jeges Dunát is. Oké. Éppen karbi tisztítás egyik helyen, másik helyen gumicsere. Gyorsan a fölérés emlékére. Engedd le azt a gumit, és azt le, mint a leak. Hát mi a véleményed Andreáról? Ilyen kevés neuronnal ember nem születik. Szép lassan indulunk. De azért sikerült. Igen. Jó tolt? Persze. Kanyarban elsodródott a fara? Nem. Akkor két hét múlva itt alszunk. Csináljuk. Mikor rájön egyébként, hogy mennyire nincsen fék rajta, de... Oda, hogyha leesel... Puff, azt annyi. Igen. Ott nem. Oda már nem kell mentőt kívül. Emberem, nem.